einigen Jahren. Egy pár év múlva. Egy közönséges üldözés, központ ismét, közönséges üldözés, kód 44. Figyeljetek, mondjátok, hogy segítség kell, ez nagy bevetés kell, hogy legyen. Megvannak az utasításai. Nagyobb tétről van itt szó. Megvannak az utasításai. Ismétlem, ez egy normális üldözés. Marcel hívja Big Buffert, vörös riadó, Marcel hívja Big Buffert. Itt Big Buffer, mi van? Zsarúgyilkosról van szó, nem lehet igaz. Éru! Vigyázzat, uram! A központ nem adta meg az engedélyt, hogy a harmadik bevetést piros riadóval lássa el. Ez a bevetés a 44-es kód alatt megy. Csak ez alatt a szám alatt jelentkezzen. A 44-edik nem foglalja magába a piros riadót. Hogy járőrkocsit loptak, az Captain Philip McCuffinak ugyanolyan kevésbé tetszik, mint magának. De azért még nincsenek olyan engedélyei, amik nem illetik magát. Csak fegyelemmel lehet sikeres közlekedés biztonsági tervet fenntartani. Marcel hívja Big Buffert. Körülbelül 3 perce vagyunk a kereszteződésről. Várjál, balkézzel sikerül, menj át, én vezetek. Hagyjad már, én vagyok a vezető. Várj, te zsírasztó, én vagyok a soros. Micsoda makas fickó. Én vagyok ma a soros. Szerz, mesélj csak, miféle kuncsat tesz? Egy őrült pokolzsoké, egy pár órája bedilizett Sand City-ben kitört a vizsgálati fogságból és elmenekült egy járőrkocsival. Azóta üldözik, forró az agya. Jól ismerem a fickót, teljesen őrült. Milyen kocsit vezet? Hát épp ez a tré, a V8-asaink egyikét. Akár mindjárt rakétát követhetnél, olyan forró. Félmérföldre vagyunk az energirótól, mindjárt meg kellene látnunk. Nyomjad a fenébe is, forróvá tedd a malmot. Látod, Ruth? Igen, és most lefújom a fickót a plédobozával együtt az útról. Hagyjad, én neki megyek. Neki megyek ennek a disznónak. Nézd, az egész világ milyen jó játék. Neki megyek a disznónak.